És még negyed óra sem telt el. Sojic. Andrić tovább perdül, és nem volt bent ezek szerint. De igen! Megadja a játékvezető. Kulcsár Katalin álltott az alapvonalnál, és egészen közelről kellett látnia, hogy bent volt-e a labda. Tehát átveszi a vezetést az Újpest. Micsoda negyed óra! Hiába reklamált Danilovics, tényleg közelről nézhette végig Kulcsár Katalin. Nézzük meg még egyszer innen. Andrić elhozza, sőt tovább pattan róla. Hát itt körzőt szögmérőt adjunk természetesen minden nézőnek. Nagyon nehéz megítélni a lassítás alapján is. Bent volt. Ez alapján, a kép alapján azt mondom, hogy gól.